bicska, folder, összecsukhatók és zsebkés. Ebben a világban fogunk ma egy reményem szerint minél tartalmasabb utazást tenni. Sziasztok, Simon János vagyok, ez pedig a magyarkések.hu YouTube csatornája. Így van, tehát a bicskákról fogunk beszélgetni, és amikor a bicska szó a köztudatban előkerül, akkor mindenkinek felsejlik a régi pásztor élet, paraszt élet megfoghatatlan bája, ugyanis ebben az időszakban őseink ugye ezt az eszközt használták szinte majd mindenre, házkörüli munkákra, állattartásra, mezőgazdaságban, ételfeldolgozás, ételelkészítés, ruhakészítés, tehát tényleg mindenre, még a konfliktusok rendezésére is ugye a bicskát használták. Noha a bicska az nem magyar találmány, sőt a bicska szó sem magyar szó. Összecsukható kések gyakorlatilag már az ókori Rómában is fellelhetőek voltak, és ahol komolyabb katonai erő képviseltette magát, ott ezek az összecsukható kések megjelentek már. Így bizonyítható, hogy legalábbis kutatások, néprajzi kutatások szerint maga a bicska elterjedése hazánkban a török katonaság itt állomásozásának köszönhető, és a bicska szó is török eredetű szó. Meg nem erősített források szerint a bicsaklik szóból ered, ami ugye a magának a zsebkésnek ugye a működési mechanizmusát is rejti. De az tény is való, hogy a magyar pásztor életben, a régi tanyasi életben a bicska az egy igen komoly mindennapi eszköz lett, és a bicska is a megjelenése óta, hát ugye eleinte, amikor ugye ezekről az ókori dolgokról beszélgetünk, összecsukható késekről beszélgetünk, ma ezeket ugye surlódózáras bicskáknak is nevezik, fiction foldereknek. Ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű dolog volt, a markolatba egy tengelyel, egy csappal be volt rakva maga a penge, és az gyakorlatilag jól oda volt szorítva, és ez a szorulás, ez a surlódás tartotta úgymond mereven, vagy nyitva, vagy zárva a bicskát. Helypraktikus volt, könnyebben volt tárolható, viszont nem vetekedett a fix pengéskéseknek a stabilitásával. De a bicska az idő folyamán, ez evolúciós létrán nagyon-nagyon sokat lépett előre. Először is, ugye aztán voltak, hogy ennek a surlódó záras bicskának a magyar megfelelői voltak ugye a budli bicskák, amiről már beszéltünk Gárbár Balázs jóvoltából, most megint nagyon-nagyon divatos lett, és én is gondolkozom ezen. Ugyanakkor ugye surlódozáros bicskát csinált már Hostein György is, a Botonddal Szántó Szabolcs is rakott már ki egy-két ilyen északi stílusú surlódozáros bicskát. A következő lépcsőfok pedig ugye a hagyományos bicskáknál megtalálható rugós bicska volt. Amikor rugós bicskát emlegetünk, akkor nagyon sokan ugye a kipattintós bicskákat veszik elő a köztudatból. Az is rugós bicska, de az automata bicska, nyitás rásegítéses bicska. A hagyományos bicska, amit ugye tradicionális magyar bicskáknál látok, szintén rugós. Szintén rugós. És akkor gyorsan elmagyarázom, hogy ez pontosan hogy működik, mert nagyon sokan kértétek tőlünk, hogy meséljük el ezeket a dolgokat. Szóval a hagyományos bicskákon, ez úgynevezett slip joint, vagy csúszókönyök záras bicskáknál, maga a rugó az egyfolytában a pengéhez ér zárt állapotban, itt valahol majd az ábrát látni is fogjátok, és a rugó állandóan feszítve van, tehát a penge ezért nem tud csak úgy kilifegni és kinyílni. A pengető és a pengének a tengely körüli része úgy van kireszelve, hogy ezt egy körömakasztó segítségével szépen viszonylagosan ugye a rugó edzettségétől, erősségétől függően tudjátok kinyitni, majd nyitott állapotban ebbe a derékszögű kivágásba a rugónak a vége bepattan, és így lesz stabil a bicska. Megint a rugó erősségétől függ, hogy mennyire könnyen lehet becsukni ezt a bicskát, de alapvetően semmilyen extra zár szerkezet nem védi, tehát a véletlenszerű becsukódás ezeknél a bicskáknál előfordulhat. De ezek voltak a hagyományos bicskák, ezek voltak a tradicionális magyar bicskáknál is, és gyakorlatilag ez a zár nagyon sokáig élt, és él most is, hiszen a tradicionális bicskákat nagyon szeretjük, viszont ezek a zárszerkezetek is elkezdtek fejlődni, megjelentek sokkal-sokkal stabilabb és strapásabb zárak, ugye a Liner Rockról és a Frame Rockról már egy Szálkai Robert videóban beszéltünk, most pedig a hátsó záras bicskákat fogjuk górcső alá venni, mert hogy ennek ránézésre nagyon hasonló a mechanikája, mint a rugós, hagyományos rugós bicskának, noha teljesen más a történet, ugyanis a rugó és a penge között van egy plusz alkatrész. Tehát amit a hagyományos bicskáknál rugóként láttok, az itt kilincs néven szerepel, és gyakorlatilag picit mérlekint a libikóka elven működik.
Ugyanis a kilincs pengéhez közeli részén van egy szép kireszelés, kivágás, aminek a negatívja a penge végén található meg, ami ugye benn van a markolatban alapvető helyzetben, és a másik végét egy rugó feszíti folyamatosan fölfelé. Így a bicskának, az a kilincsnek az első része lefele van, és ez a fajta feszítés tartja helyén a pengét zárt állapotban. Amikor viszont ugyanúgy kinyitjuk, mint a hagyományos bicskánál, és bepattan a helyére, ez a kireszelésnek köszönhetően ezt már nem tudjátok kinyitni. Ezt már nem lehet, bármilyen erővel feszítetek, nem fog tudni becsukódni, csak akkor, ha a kilincs végét, ugye a mérlekintelvel lefele nyomjátok, a másik vége felfele emelkedik, kiakad a kilincs, és a bicskát be lehet csukni. No, ez a hátsó záros bicska receptje és működési elve, és gyakorlatilag ennek köszönhetően ennél a bicskánál észszerű használat közben a kinyílás esélye nulla. Tehát egy sokkal stabilabb dolog, és ez a fajta zárszerkezet ugye nagyon széles felhasználási körhöz jutotta hozzá a hátsó záros bicskákat, ugyanis egyre többen túrázások és még buskapterek is használgatják ezeket a bicskákat. Azért, mert ez a bicska ugye stabil ahhoz, hogy a mindenes kések faragó, metsző feladatait el lehessen vele látni, viszont nagyon helypraktikus, mert elfér egy zsebben. Igen, elővettük a mai videónk főszereplőjét, a Pointer kis bicskát, mert a Pointer egy nagyon-nagyon szép kis hátsó záros bicska. Egyébként a hátsó záros bicskáknál, meg ugye a slide jointos bicskáknál is van az a bizonyos hang. Amikor a bicska ugye beakad, és innen már semmilyen erőkifejtéssel nem tud becsukni, ha csak a rugót, ami itt bent helyezkedik el ezen a részen, ahogy mondtam nektek, le nem nyomod a kilincset, a másik fele felemelkedik, és gyakorlatilag egy ujjal bezárható. Normál esetben nem, ugye süllyesztett hátsó záróról beszélgetünk a kis Pointer esetében, és gyakorlatilag, ha rámarkol, sem tud becsukni. És akkor most nézzük meg a kis Pointernek a paramétereit, meg a tesztet, amit vele végeztem, és utána visszajövünk, és akkor beszélgetünk még a hátsó záros bicskáról, beszélgetünk a Pointerről, és hogy miért annyira fantasztikusan jó eszköz ez. Thank you.
Igen. Tehát láthattátok, hogy mik a méretek, és a méretek alapján ez a bicska legál méret. Tehát a KKV-e rendelet szerint ezt a bicskát engedélymentesen lehet magatoknál hordani. Figyelem, nagyon fontos, mindig elmondjuk, nem magatokon, magatoknál. Tehát hiába legál méretű a bicska, ami nálatok van, ha azt a derekatokra teszitek ki, ezzel szabálysértést követhettek el, ez rendőrfüggő dolog, sokkal célszerűbb egy ilyen eszközt nagyon-nagyon finoman egy mozdulattal zsebbe tenni, nálatok van és elő lehet varázsolni, amikor szeretnétek. Ez a bicska egyébként nagyon-nagyon hosszú idején nálam van. Nagyon-nagyon hosszú idején nálam van, és ez egy prototípus bicska, és használom az élet minden területén. Tehát velem van a hétköznapokban, ha megállunk valahol, és ez kajálni támad kedvünk, akkor a kajához is használom, de ha kint vagyok egy könnyebb erdei sétára, kutyasétáltatós túrára, egy sima erdőjáró túrára, simán vittem magammal, sőt, vittem már magammal a hagyományos Nesmuk kombóban is, majdnem hagyományos Nesmuk kombóban, tehát vittem magammal egy baltát, egy fűrészt, és csak a kis pointert, mert tökéletesen el tudtam vele végezni azokat a feladatokat, ami egy késre egyébként egy túra során hárulnia kell. Tudtam vele nyársat faragni, tollaságat készíteni, ételt elkészíteni, feldolgozni, tehát tökéletesen alkalmas volt erre a kis bicska. Nyilván ennek a bicskának azért megvannak erősen a határai, hiszen egy kicsi, nagyon pici kis játékosról beszélgetünk, amúgy egyébként nagyon szépen kézbe kerülő, nagyon-nagyon kényelmes formáról van szó. Igen, holkeres érezés kapott, és körömvájatos nyitás van rajta, tehát körömakasztóval van ellátva a penge, amivel lehet használni, annélkül is egyébként könnyen meg lehet fogni. A holkeres él egy ilyen eszköznél szerintem tökéletesen elég. Ugye itt ütőfázás nincs, nehogy ütőfázatok bicskával, irdatlan baromság. Minek? Nyilván egy bicskával ne ütőfázzunk. Ha csak egy bicska van nálad, avval nyilván nem olyan túrára indulsz el, ami ütőfázásba fog fajulni. Ha igen, tönkre fogod tenni a bicskát. Egy zárszerkezetet, egy mozgó alkatrészekkel ellátott valamit elkezdesz ütögetni, az tönkre fog menni. Nem kell ütőfázni vele. Ami egyébként nekem nagyon tetszik a pointer bicskában, az a stílusok keveredése. Tehát itt is valahol a hagyományos keveredik a technikailag új dolgokkal. Ugyanis ez az agancs markolat, ez nagyon-nagyon ezt a hagyományos, autentikus feelinget adja, viszont ugye a bicska hátsózáras, és az oldallemezek, a platinák be vannak reszelgetve, kicsit ilyen modernebb stílusba, illetve maga a tenge is, illetve a tengelyt rögzítő csavar is egy nagyon-nagyon dizájnos valami. A kettő együtt érdekes elegy, nekem nagyon tetszik a pointer. Persze beszéltünk Istvánnal arról, hogy esetleg későbbiekben, ha sikeres lesz a kis pointer, egy G10-es markolattal sima városi mindennapi bicskává lehet varázsolni. De nekem ezzel az agancsa is nagyon-nagyon tetszik. Ez mondjuk egy különösen szép agancs, ami most az én kezemben van. Mint mondottam, nagyon régóta használom. Élezve nem volt. Lötyögés, lazulás, semmi nincs. A hátsó zár teljesen patent módon működik. Ezzel az ujjal nehezen tudom benyomni, tehát még mindig nagyon erős benne a rugó, viszont ugye gyakorlatilag egy új benyomással azonnal csukható állapotban lehet varázsolni. A kilincs kellőképpen feszíti a pengét, véletlenszerű kinyílás nincs rajta, tehát tényleg egy nagyon jó kis bicsak, ami egyébként jelen pillanatban még mindig rendelhető, talán augusztustól lesz majd készleten is elérhető, 24.900 forintos áron lehet megvenni ezt a bicskát, és ami nagyon fontos, amit még ajánlnék bicskákhoz, ha bicskát vásároltok, olajat. Nagy Istvánék ezt megoldják úgy, hogy gyakorlatilag nekik van multi olajuk, ami 799 forint, az olaj az egy nagyon fontos dolog. Néha-néha egy-egy cseppel karban kell tartani, mert azért ez egy mozgó mechanikával ellátott, mozgó alkatrészekkel ellátott kis eszköz, és a hosszabb, kényelmesebb és jobb működésért, megbízhatóbb működésért néha-néha egy-egy csepp olaj nem árt bele. Tehát, hogyha rendeltek ilyen bicskát, a Magyar Kések honlapján egyébként fent van, akkor szerintem a megjegyzés rovat bírjátok be, 790-800 forinttal lesz drágább a történet, 24 ezernél szerintem ez már nem egy olyan összeg, amit nem lehet bevállalni, és akkor jó sokáig van hozzá olyan olaj, amivel normálisan karban lehet tartani a kis eszközt. Srácok, nagyjából ennyit szerettem volna elmondani akkor a pointerről, és még fogunk beljebb kalandozni itt a bicskák világában, mert van nálam még 4 bicska, ugye a Forest
az Explorer és a Classic Hunterből két típus, meg még itt van Holstein György robusztó kése is, tehát ezekkel is ki fogunk jönni és fogunk majd játszani egy kicsit. Én örülök, hogyha végignéztetek és ha tetszett nektek, azt nagyon szépen köszönjük, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és hát osszátok meg, hogyha úgy gondoljátok, az idő gyönyörű, itt a nyár, kicsit azért beindult a természet, tehát a normál megszokott ösvények helyett most ilyen hadi ösvények vannak, de hát a természetet azt így szeretjük, ahogy van. Menjetek, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a természetre, túrázzatok sokat, sziasztok!